Megvárunk mindenkit, induljatok el, szeretettel várunk ide, és egy óriás csoportképet fogunk lőni. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit itt Gyomendrődön. Nagyon örülök neki, hogy Gyomendrőd útba esett ezen az Open Road fesztiválon, útvonalon, mert azt gondolom, hogy nálunk is nagyon sokan vannak olyanok, akik szeretik a motorokat, és azt gondolom, ide a magyar motorvilág legszebb csodái érkeztek. Én is szájjal figyeltem őket, amikor begültünk ide a Szabadságtérre. Szeretném megköszönni a mellettem álló Hankó Ákosnak, aki a főszervezője ennek a programnak, hogy partnereink voltak, és mi is a partnereik lehettünk nekik, hiszen amikor megkerestek, én egyből azt mondtam, hogy persze csináljuk, miért ne, és aztán ők is természetesen, ahogy láthatunk, támogattak minket ebben a programban, ennek a programnak a megszervezésében, és még Miklós Attilának szeretném megköszönni, aki szintén nagy segítségünkre volt abban, hogy most itt lehetnek a motorok. Bízom abban, hogy nagyon sok ilyen open road lesz még ebben az életben, és nagyon sokfele meg tudják mutatni magukat, és Magyarország sok tájegységére el tudnak jutni, mert azt gondolom, hogy van mit csodálni ezeken a gépeken is. Érdemes őket megnézni. Én is tudom, hogy Gyomendrőn is rengetegen motoroznak. Az én vágyaim is között szerepel, hogy egyszer legyen egy motorom, de egyelőre erre még nem tettem szert, és egy darabig biztos vagyok benne, hogy nem is fog. Pedig van egy képviselőtársam, aki motoros oktató, ő is itt van most. Számtalan szó megígérte már, hogy majd megtanít motorozni, de erre még nem került sor. Bízom benne, hogy egyszer majd erre is sor fog kerülni. Én a vendégeink közül biztatok mindenkit, hogyha megtetszett önöknek Gyomendrőd, amit keresztül motoroztak rajtunk, akkor jöjjenek ide vissza. Várjuk vendégként őket, és mindig szeretettel látjuk őket. Illetve meg kell még köszönnöm Jolinak, nem tudom Joli hol van, és a Sinfold Mazsorett csoportnak, illetve természetesen a Körösmenti Néptánc Együttesnek is, hiszen első szóra igen mondtak a mai fellépésre. Köszönöm szépen nekik a segítséget, és sok sikert kívánok nekik a fellépéshez. És én most átadnám a szót akkor Ákosnak, parancsolj. Köszönöm szépen a szót is, és nagyon szépen köszönöm Gyomendrőd városának és polgármester úrnak, hogy partnerek tudtunk lenni ebbe a pihenőbe, ugyanis nekünk ez egy állomás ennek a túrának. Tegnap reggel még Győrbe indultunk, tegnap délbe Győrből indult el az egész túra. Jó pár motoros társammal együtt indultunk Győrből, majd utána Budapesten töltöttük az estét és az éjszakát. És már nem kevés kilométerrel mögöttünk, meg egy kis esővel, meg egy kis izgalommal megjártuk Jászberényt, és külön büszkén mutogattam a mögöttem jövőknek, hogy most már átléptük Békés megye határát, amikor ki van téve a Békés megye tábla, ami különösen kedves a szívemnek. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, hogy itt lehetünk, köszönjük szépen a szép előadásokat, és egy icipicikét, hogyha lehetséges, meg hekkelném a programot, megkérném a előadókat, hogy itt valahol a vonalnál helyezkedjenek el, és megkérnék mindenkit, minden motorost és minden Gyomendrődit, hogy ebbe az irányba helyezkedjünk el, csináljunk egy nagy össznépi fotót, én szerintem nagyon jól fog mutatni akár a polgármesteri hivatal, akár a mi falunkon, úgyhogy kérlek szépen benneteket, ebbe az irányba jöjjünk el, elő természetesen az előadók gyönyörű szép ruhákban. Szóval még egyszer köszönjük szépen Gyomendrőd, és szolgálati közlemény a motorosoknak, hogy valamikor kicsivel 5 óra után fogunk összegyülekezni, és abba az irányba fogjuk elhagyni a teret. Jó? Akkor fotó. Kedves barátaink! Tehát a nagy-nagy közös fotóhoz megkérünk mindenkit, gyertek helyiek, gyertek motorosok, fellépők, művészek, gyertek ide és csináljunk egy olyan képet, amit majd, hogyha meglátunk az interneten, örömmel gondolunk rá vissza, hogy itt jöttek a motoros, kemény, zorkó alakok, akik viszont nagyon vidám és kedves emberek, és meglátogattak titeket, ti meg befogadtátok őket szeretettel. Ennek az emlékére egy jó fotót készítsünk. Gyertek, gyertek, invitálunk ide titeket. Köszönjük szépen!
kijöttünk a főút felől, itt egyenesen fogunk elindulni a sportcsarnok mellett, tehát majd úgy álljatok fel, légy szíves, 10 perc múlva indulás. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, jól éreztük magunkat, hív minket az út, indulunk tovább, kb. 10 perc múlva pedig beröppentjük a motorokat, álljatok fel, légy szíves, és indulunk Békés Csabára. Köszönjük szépen a fogadtatást, sziasztok, remélem találkozunk legközelebb is. Sziasztok, köszönjük szépen, köszönjük szépen. Thank you.